Harry Herceg megjelent önéletrajzi rajzi könyve rekordot állított fel. Ilyen gyorsan egyetlen művet sem kapkodtak el korábban a vásárlók a megjelenés napján. A legújabb hír, hogy a Herceg magyar terapeutának vallott drogozásáról és traumáiról. Közben alig két hónap múlva esedékes koronázásra készül Nagy-Britannia. A botrányoktól hangos időszak mennyire árthat a monarchiának és tehet is sérülékenyé. Erről beszélgetünk a következő percekben. Sene Oda, Nórával, újságíróval, Davis szerkesztővel, a Royal Story és Királyi Krónikák blog szerzőjével. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, szervusz! Szervusz! És gyorsan mondjuk el a hallgatóknak, akik már rögtön kapcsolnának el, mert elegük van Harryből, elegük van a királyi családból, hogy mi azért szeretnénk sok újdonságról beszélni, és én ugye figyelemmel kísérem a te blogodat, és orvosom az írásaidat, és nagyon tetszett az a cikk, amely arról szólt, hogy miért nehéz elfogadni Harrynek, hogy ő csak második lehet, és te nagyon szépen ezt végigvezetted történelmileg is. Na de... Ezt a beszélgetésünk közepje felé szeretném tárgyalni. Előtte az, arról beszélgessünk, hogy sokan azt vallják, hogy második Erzsébet egy kevésbé sérülékeny és ingatag intézményt adott át Károlynak, mint amilyet akkor kapott, amikor az ő fejére helyezték föl a koronát. Harry viselkedése, akár a könyv, akár a mostani interjú, és annak tartalma mennyire árthat a monarchiának és teheti sérülékenyé? Okay. <laughs> Én úgy gondolom, hogy mindenképpen jó ürügy, egy jó tüzelőanyag úgy mond azoknak, akik szeretnék akár megszüntetni is a monarhiát, mert nyilván van ilyen mozgalom ott az Egyesült Királyságon belül, bár nincsen akkora, hogy mondjam, erejük és befolyásuk, mint azt ők szeretnék. Ez a Republic Group, ami mindig szervez megmozdulásokat ilyen nagyobb eseményekre. Mindenképpen kínos, hogy éppen a koronázás előtt nem elsősorban ennek az eseménynek a Jelentőségével foglalkoznak a lapok, nyilván azzal is, de ahogy végignéztem, az utóbbi néhány hétben minden egyes nap valami olyan dolog szerepel címlapon, ami Harryvel is megennel, illetve az ő ö, interjúikkal, Netflix dokumentumsorozatukkal, illetve ezzel a könyvvel kapcsolatos. Tehát azért én azt gondolom, hogy megrengetni semmiképp nem ez fogja a monarchiát, de kellemetlen. Innen Közép-Európából nehéz megítélni, hogy milyen társadalmi szerepe van a családnak. Politikai hatalmuk nincs, reprezentálnak, de miért ennyire fontos az angoloknak ez a család? Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy történelmi gyökerei vannak, tehát ott azért van egy nagyon, egy, egy olyan folytatólagosság, amit mi mondjuk itt tényleg a Kárpát-medencében nem tapasztalhattunk meg, tehát ott azért a, a brit monarchia a, a kezdeti időket leszámítva, ugye azok a vérzivatoros középkori néhány évszázadot leszámítva, egy, egy nagyon szép, illetve még a, a, a dicsőséges forradalom környékét leszámítva, egy nagyon szép folytatólagos, folyamatosan az alkotmányosság irányába elmozduló a brit monarchia, és ez együtt fejlődött az, az, az emberekkel, illetve ez egy, mint egy, egy ilyen szerződés a nép és a királyság között, ami a mai napig érvényben van, tehát éppen ezért legitim, és szerintem nagyon szép az egyensúly ott a kormány, illetve a, a korona között. Tehát ez egy természetes, organikusan fejlődő dolog volt. Mm, ellopom a szőt, erre a szerződésre lehet következménye Harry viselkedésének? Az ő viselkedésének szerintem nem. És ha a könyv megjelenése előtt kérdezem, sőt, még előtte a Netflix sorozat előtt, akkor mit válaszolsz? Számítottál, hogy ennyire nem lesz hatása? Tehát azt, azt nem mondom, hogy nincsen hatása. Uh -huh. Tehát azért biztos, hogy. tehát mondjuk Harry népszerűségére van nagyon nagy hatással. Tehát őt, őt teljesen még Amerikában is beestek a népszerűségi mutatói. Én úgy gondolom, hogy például amikor a Diana halála, illetve az a körüli események, illetve Károly és a testvéreinek a vállása, valamint András Herceg méltatlan ö, pereskedése, illetve ö, a szexuális zaklatási ügye, az sokkal inkább ö, üt, üt a monarhián. Illetve ugye a 90-es évek az sokkal rosszabb volt ilyen szempontból. Tehát szerintem Harry botránya el fog ülni. Üm, úgy gondolom, hogy annak lett volna nagyobb hatása, tehát azt szerintem valahol mindenki felfogja a világon, akár szereti a monarhiát, akár nem, akár szereti Harryt, akár nem, hogy ilyen problémák, amelyekkel Harry előhozakodott, minden családban vannak. Tehát önmagunkat, meg a mi saját testvéri perpatvarainkat látjuk ebben. Tehát erre szerintem az emberek többsége így, így idővel legyint, hogy jól van, hát ezt én is ismerem. Az viszont, már bocsánat, ezért a szó ciki, amik kiderültek például az, amikor megen rasszizmussal vádolta meg a családot, illetve azzal, hogy a tagjait az intézmény bedarálja és nem megfelelően kezeli. Én azt gondolom, hogy ezek már strukturális problémák, amik valóban negatívan hathatnak az intézményre. Egy nagyon picit tamáskodom. Valóban azért, ha szétnézünk a környezetünkbe, hasonló családi problémák vannak, de mi a, a kis mikrokörnyezetünkből se adjuk ki. Tehát most nem akarok ilyen álságos lenni, hogy mintha az én életemben nincsen olyan pont, vagy nincs olyan <laughs> csontváz a szekrénybe, amiről, amiről, nem lehetne beszélni, vagy amiről kellene beszélni, vagy nem lehetne beszélni, vagy hogy is fogyalmazok, de nem teszem meg. Tehát ez biztos, hogy az én kis baráti körömbe hagyom, tehát nekem azért ez egy fura, hogy, hogy nem, nem, arról van szó, hogy kicsit szivárogtatok, hanem hogy ezt szinte, hát fogalmazhatunk, hogy előre megtervezetten elkövetem? Um, inkább azt mondanám, hogy, hogy a, a monarhiával, ugye, mint az előbb mondtad is, hogy ugye reprezentatív szerepet igen. látnak el. És ugye ennek nagyon nagy része, hogy fontos lenne, hogy a családi ideálokat közvetítsék. Tehát ők nagyon szépen ellátják minden feladatukat, a reprezentálást, a, a külföldön az érdekek képviseletét, az egység képviseletét. Egy dologban sajnos a vinzorok megbuktak ebben a családi ideál közvetítésében. Uh -huh. És igen, ebben igazad van, hogy hogy próbálták nagyon a színfalak mögött lejátszani ezeket a családi perpet ezt ez most Harry ennek jócskán keresztbetett sajnos. Na akkor elérkeztünk ahhoz, amit ígértem a hallgatóknak, amiről aztán ritkább lehet hallani, hogy hogyan lett Harry Herceg a királyi család nagy vesztese, mi lehet az ő cselekedeteinek a mozgatórugója? rugója. van egy érdekes lélektana, hogy mondtad is, ugye abban a blogbejegyzésemben le is írom, hogy nem egy új keletű probléma uh -huh. az, hogy főleg ugye az angoloknak közmondásos ez az air and spare, tehát hogy az örökös és a tartaléka. Ezt még akár hercegek, grófok gyerekeinél is mindig hangoztatják, tehát nem kell ez az uralkodó családig menni. Öm, úgy tudni, hogy hogy a, a sperek, tehát a, a tartalékok mindig rosszul érezték magukat, a, a főleg, hogyha egy kicsit ambíciózusabb személyiségek voltak, illetve főleg akkor, tehát ugye a, ennek az öröklési rendnek az a hátránya, hogy mindenképpen annak a fejére kell, hogy kerüljön a korona, aki az első sorban, akkor is, hogyha esetleg az öccse huga alkalmasabb erre, és ezt ők maguk is tudják. De ez nem egy olyan kérdés, hogy erről le lehet mondani, és tovább lehet ezen lépni, ha csak nem óriási botrányok árán. És úgy tudni így a világtörténelme, is jó pár példát lehetne felsorolni arra, amikor az öcs vagy a tartalék fellázott a saját bátyja ellen, mert úgy érezte, hogy ő alkalmasabb az ura, és ugye eleve arra nevelték mindkét testvért, mondjuk vegyünk két fivért jellemzően, hogy mind a ketten uralkodásra alkalmasak legyenek. Mert a középkorban ennek azért volt ekkora jelentősége, mert akkor még ugye rengeteg betegség pusztított, volt a gyermekágyi halál, öm, nagyon sokan elestek csatákban, lovagi viadalokon, és az a tartalék, akit szintén ugyanúgy ki kellett képezniük, ugyanazt az oktatást kellett kapniuk, mint az örökösöknek. És ez egy ilyen furcsa érzés is lehetett, hogy ugyanarra képezték ki őket, és aztán, amikor már a az örökösnek voltak ö, fiai is, esetleg több is, akkor teljesen félre lettek rakva, lehetőleg valami vidéki kastélyba, hogy ott szépen el legyenek, és hogyha ezek az ambíciók, amik felettek piszkálva tovább ö, folytatottak, ezt nem lehetett egyik pillanatról a másikra leállítani. És Harry is egy kicsit hasonlón mehetett keresztül, bár azért így már a 20. században nehéz ezt igazolni azzal, hogy ő nem tudta, hogy nagyon valószínű, hogy ő soha nem került trónra. De amint ebből a könyvből is ö, kiviláglik az, hogy egész életén végig húzódott ez a sértettség. Tehát mindig észrevette azt, hogy mindig Vilmosnak jutott a nagyobb szoba, hogy, hogy ő, 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 ő például járt a királynőhöz tinédzserként oktatásra. Egyébként ugyanez volt a problémája Margit Hercegnőnek, a királynőhugának, hogy ő is szeretett volna jobb oktatásban részesülni, de mivel tud hogy ő nem került róra ezért őt mondtak, jó van, elég lesz a franciául, tudsz meg zongorázni, tudsz. Tehát ez egy, ezt, ezt azért így nem Rónám fel Harrynek, mert, mert ez egy jellemző probléma. Még egy picit ö, időzzünk a történelem ö, viharába, hogyha hmm. fogalmazhatunk így, hiszen testvérféltékenységekről beszélgetünk, és hát említetted Margitot, de hát Andrást is említhetjük, tehát valószínűleg hogy benne is van egy bizonyos sértettség, és talán nem magyarázza meg, tehát egyáltalán nem magyarázza meg minden viselkedését, de lehetnek ezek a történetek azoknak a viselkedéseknek a mozgatórugói. A történelemből ki tudsz emelni olyan meghatározó példát, ami kicsit színes, érdekes lehet a hallgatóknak, és talán nem is hallottak erről? Bekapcsolódik a, a, a mostani Igen. témánkhoz? Hát nekem a kedvenc példám egyébként a 14. Lajos és az öccse Fülöp esete. Egyébként ez egy nagyon érdekes, mert a Fülöp Orláni herceg ráadásul ő egy nagyon különleges, extrovertált személyiség volt, és, és ő nagyon jó katona is volt, és minden áron szeretett volna katonáskodni, amit egy ideig nem engedtek neki addig, amíg Lajosnak nem volt férfi utódja. És um, volt egy olyan eset, amikor 14. Lajos ágynak esett. És um, ott az egész udvar az orláni herceg körül kezdett el forgolódni, helyezkedni. Ő pedig olyan szinten indiferenciát mutatott, vagy közömbösséget mutatott az egész ügy felé, hogy esetleg ő belőle király lehet, és mutatta, hogy kimutatta az aggódását a bátja felé, hogy amikor 14. lajus felgyógyult a betegségéből is magához tért, akkor megajándékozta őt egy igen szép birtokkal és kastélyjal vidéken, honorálva az ő lojalitását. Igen, nem hogy komolyan beszélgetünk, de egy hírről vagy két hírről azért meg kell, hogy emlékezzünk. Az egyik, ami a legfrissebb, ugye, hogy a legújabb hír, hogy felszólították harry hogy hagyják el az egyetlen angliai otthonukat, a másik pedig a közelmúltban, talán most hétvégén volt, ugye? Amikor hát egy terápiás ülést vállalt a nyilvánosság előtt, Harry, tehát erről azért beszélgessünk egy kicsit. A, a az múlt héten robbant ki ez a botrány, hogy ugye a Frogmore Cottage nevű öm, házukból, vagy inkább, mondjuk a palotának nem nevezném háznak meg nagy, mert ö, 12 ö, szobás, ö, 12 hálószobás. Ez a Kastély Kastélypark területén található, tehát nem messze van a Vínzori Kastélytól. És a múlt héten látott napvilágot az, hogy Károly király már januárban a könyv megjelenése után egy nappal értesítette őket, hogy el kell hagyniuk ezt a házat erről tudni kell, hogy 2019-ben költöztek oda, még mielőtt Árcsi, a legidősebb fiúk megszületett, és a saját költségükön, illetve akkor még az adófizetők költségén újították fel, utána ők ezt visszafizették, amikor kiléptek a királyi családból. És ezt, ez volt az egyetlen címük, ahogy mondod, ezt úgy rendezték be, hogy biztonságos legyen számukra. És Károly király úgy döntött, hogy ezt el kell hagyniuk, ami valahol jogos tekintetere, hogy egy évben két-háromszor vannak Angliába, így az utóbbi időket nézve, illetve azért, mert András Herceget ki szeretné lakoltatni a Royal lodge terüle, uh, Royal Lodgeból, ami egy ennél háromszor akkora, az már bőven nehezhető palotának, ott él volt feleségével, Szara ferguson együtt, de állítólag András Herceg fogalkülönmel küzd ezzel. És ugye Katalinek és Vilmosék is benne vannak ebben, mivel ők pedig szeretnének a Lodge-ba költözni, illetve szeretnék őket oda költöztetni, mivel ők sokkal magasabb rangban vannak, mint András Herceg. És ez ugye nyilvánvalóan nem jöttek arról hírek, hogy herjék mit szólnak ehhez egyébként. Üm, úgy tudni, hogy a, a király felajánlotta nekik, hogy a, amikor jönnek a koronázásra, ha jönnek, akkor a Buckingham palotában, vagy a St. James palotában, vagy a Kensington palotában kaphatnak egy lakosztályt, annak érdekében, hogy legyen hol megszállniuk, amikor Angliában járnak. Úgy kezdtem a mondatot, hogy robbant a botrány. Kiadjuk magunkat. Én is azt hittem, hogy ez egy botrányos. E reakció volt a király részéről, de te mondtad nekem, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mi hétköznapi esetünkben, hogy ha én a nagymamámtól kapok egy lakást, és az édesapám úgy gondolná, hogy én ezt nem érdemlem meg, akkor odaadja a testvéremnek, mert ugye ez így nem így működik. Tehát ez a médiának mekkora szerepe van, hogy erről mi most mert valójában itt most nem történt semmi. Ami egyetlen egy kellemetlen és negatív történet ebben az eseményben az, hogy saját pénzükön felújították, de hát gondolom, hogy ez még akár a színfalak között el is tudják azért rendezni. Igen, igen. Jól mondod, hogy, hogy ugye ezt nem... Ö, a, akkor kapták ezt a Frogmore Cottaget, amikor megházasodtak a királynőtől, de voltak éppen nem tulajdonként igen. kapták, hanem ez a... Ez de a, nem tér ki a média, tehát nem. nem arról nem. beszél, hogy fú, <laughs> hát itt most mi történt. Igen, ezt, ezt kevés helyen olvasni, hogy ez egy úgynevezett grace and favor home. Ö, tehát, hogy ez, ez a király az uralkodók kegyében áll, hogy ezt visszavegye. Tehát végülis csak a használati jogát kapták. Nyilván annak értelmében újították föl rengeteg igen, azért, hogy úgy, úgy tudták, hogy ők ott, ott fognak lakni, de így van, ahogy mondod, hogy azért a média ver körül óriási hír, hírt, mondjuk nyilván erre számíthattak, uh -huh. hogy, hogy, hogy nem térhetnek oda-vissza, vagy hogy nem tarthatnak fönn nekik egy egész óriási házat, hogyha nem laknak ott. Most és a másik dolog pedig, amit mondtál a Máté Gáborral való beszélgetése, Herrinek. És hogy kérdezzek rá, igen, erre, ugye, hát erről már ezerszer beszéltél, te és kollégáid is beszéltek arról, hogy az volt a cél Erinnek és családjának, hogy kikerüljön a média világából, hogy egy picit nyugodtabb életük legyen. Na most, aki már járt pszichológusnál, de nem is kell azt mondani, hogy maga átélte egy terápiás ülést, hanem egyszerűen csak egy olvasott, tanult ember, az nagyon tudja, hogy azért ez nagyon sok veszélye jár, nagyon sok intim dolog kiderülhet róla, és van egy ember, aki azért menekül, hogy a média ne beszéljen róla, minél kevesebben tudjanak róla. Bevállal egy, hát ez sokan megkérdezik, hogy élő volt vagy sem, kíváncsiak vagy a véleményedre, bevállal hivatalosan egy élő adást, ahol egy szakemberrel leül és egy ülésen vesz részt. Hát itt nekem, nekem mm. itt így mondják azt, hogy elgurul a gyógyszer, de, de valójában nagyon-nagyon-nagyon sok kérdőját felvet. Igen, valóban ellentmondásos, mm. és, és én úgy látom, hogy Harry fejében elválik az, hogy ő mit akar magáról megosztani, és ő úgy gondolja, hogy hogy... A, a, a médiának nincs joga az életükbe belekontárkodni, hanem csak akkor osztana meg magáról dolgokat, amikor ő akar, uh -huh. ahogyan ő akar, és akkor is ö, lehetőleg csak a szépet és jót írják róla, mert pedig mi ezt tudjuk, hogy nem így van. Nem, nem így Sőt, működik. Aki egyszer a médiának odaadja magát, onnantól kezdve szabad prédává válik. Igen, és hogy, és hogy ö, közszereplőként azért vastagabb bőrt növezthetne olyan szempontból, hogy egyébként a könyvében is rengeteg ellentmondás volt ilyen szempontból, hogy hogy Azért odadobott a médiának egy-egy olyan ö, mondatot, amit tudhatta ő is, hiszen azért már évtizedes tapasztalata van a sajtóval, hogy ezt majd fölkapják, és akkor utána meg támadja az újságírókat, hogy de miért ezzel foglalkoztok. Tehát ez, ez nem így megy. Na és akkor ugrunk egyet az időben. Hát mondhatjuk azt, hogy közel két hónap, ugye május 6-án lesz a koronázás. Hogyan készül Nagy-Britannia? Hát óriási, a, a, nyilvánvalóan van a koronázási bizottság, ami előkészíti magát a nagy eseményt. Ugye kihirdették, hogy, hogy ez ugye szombat, vasárnap és hétfőre szabadnapot hirdettek. Egyébként pont most jelentették be tegnap, vagy tegnap előtt, hogy a pábok nem 11-kor, hanem tehát, hogy, hogy valami dekrétumot kiadtak, hogy egyig nyitva lehetnek. Úgyhogy szerintem mindenki ennek örül a, a legjobban. És ugye nyilván gyártják az ajándéktárgyakat, akkor gyakorolnak a katonák. Erre a menetre, illetve hát a koronákat is elkezdték előkészíteni. Erről mesél nekem, jó, mert hogy itt most a zöld jegyében, ugye fogalmaznak így, hát Károlyhoz ez kapcsolódik, ugye a természetvédelem, hogy használt koronát fognak kamila fejére helyezni, szóval egy elátkozott témántról, tehát megint egy jó kis meseszerű és érdekes történelmi eseményhez is érkezünk, amelynek kifejtését tőled szeretném kérni. Igen, a... Hú, hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, hogy a Kohinor gyémántal, vagy inkább azzal, hogy jó, tehát hogy az egy szerintem nagyon jó megoldás, hogy most ugye kettős koronázás lesz, tehát uh -huh. Károlyt is, is és Kamillát is megkoronázák egyúttal. Ilyenre utoljára 1937-ben került sor, amikor Erzsébet királynő édesapját és édesanyját koronázták. Ö, úgy néz ki, hogy a 20. században minden királynénak csináltattak külön koronát, azonban Mária királyné koronája, aki ugye Erzsébet királynő nagypapájának volt a felesége, Tek Mária, akinek egyébként a nagymamája magyar volt, rédei Klaudia uh -huh. grófnő, ő ezt fogják most felhasználni. Egyrészt költséghatékonysági okokból, hiszen rengeteg, rengeteg ékszer van a királyi család tulajdonában, és rengeteg ékkő is, gyémántok, smaragdok, rubintok, tehát hogy a mai megélhetési válság közepette ez szerintem egy pozitív üzenet, hogy egy régi koronát használnak fel. Ezen kívül Tek ez egy óhaja volt, hogy az ő koronáját használják majd uh -huh. a későbbi királynék. Illetve ugye ezzel elkerülik azt is, hogy a kohinor gyémántot használják. Tehát a kohinor gyémánt jelenleg... Erzsébet királynő édesanyjának a koronájában van, mert ő is külön koronát csináltatott magának a, az anyakirályné koronájában van, tehát így nem mozgatják most már azt a gyémántot, mivel ugye több ország is visszakövetelte, Irán, egyébként az afganisztáni tálibok, Pakisztán is bejelentette a jogát erre a gyémántra, illetve India természetesen, Igen? ahonnan, ahonnan India eredetileg származik. És ugye a kohinor gyémántnak az a története az a lényege, hogy ezt egy szik uralkodótól. Kapta Viktória királynő, de az a szikuralkodó, akkor 11 éves volt, és gyakorlatilag a britek megszorongatták. Tehát azért ez mindenféle értelemben egy aggályos ö, birtokbaadás volt, és viktória királynő maga is, aki hordta ezt brosként, illetve ö, karkötőként is ő maga is azt írta a lányának egy levélben, hogy, hogy aggályosnak érzés, hogy nagyon szereti Indiát, és ahogy hozzákerült ez a kő, lelkiismeret furdalása is van amiatt, hogy hordja. És utána ez a kő bekerült Alexandra királyné koronájába, aki Viktória királynő fiának a felesége volt, majd Tekmária királyné koronájába, majd az anya királyné koronájába, és most ott is van hagyva, és Tekmária királyné koronáját fogják ö, Kamillának felfrissíteni. Még ennél a kicsit a, a gémátnál maradva, miért nevezik ezt elátkozott ö, gyémátnak és... Ö, Tudatos az, hogy mindig hölgyek koronájába építik bele? Igen, mert úgy tudni, hogy hogy a férfiakra mindig bajt hozott, uh -huh. <laughs> mint ahogy erre a szegény uralkodóra is bajt hozott, ugye, hogy kikényszerítették belőle, illetve elvesztette a birodalmát, és ezért az a legenda, hogy csak nők hordhatják, és ő rájuk nem hoz bajt. Május 6-ától hivatalosan is megkoronázva, ugye, ha a harmadik károly lesz a britek királya, Milyennek látják őt az alatt való? Képes lesz édesanyja nyomdokaiba lépni? Nagyon nehéz, mert nagyon magas a mérce. Tehát, hogy egy fantasztikus Igen. történelmi személyiségtől búcsúztunk ö, tavaly szeptemberben. Nincs könnyű helyzetben. Nincs... Illetve szerintem azért a történelmi környezet vagy vagy, vagy a mostani hangulat sem kedvez. Tehát azért az egy jó kérdés, hogy második Erzsébet, ha most lépne trónra, akkor valószínűleg ő is egészen más fogadtatásban részesülne. Uh -huh. De egyébként fölidézném azt, hogy majdnem az összes király trónra lépésekor volt valami ellentmondásosság körülötte. Tehát például amikor második Erzsébet trónra lépett 1952-ben, akkor, akkor az akkori konzervatív kormányzat, illetve a nép körében az volt, hogy hát ez egy fiatal nő, hogy fog minket igazgatni, akkor előtte az ő édesapját azért támadták, mert dadogós volt, és, 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 nagyon visszahúzódó alkat. Előtte 8. Edvárdot amiatt, hogy, hogy kapcsolatokat tartott fent a náci Németország, tehát mindegyik uralkodót támadták valamiért, és aztán a végén 6. György, ugye második Erzsébet édesapja, illetve maga második Erzsébet is egy hihetetlenül népszerű uralkodóvá vált, ami Károlyt illeti, hát sajnos ugye Károly a Velszi hercegsége alatti, ugye az csak 50 X év, mert ő 21 éves korában invest, investálták be Velszi Hercegként. Hát bőven voltak botrányok az ő életében, ugye mindenki tudja, hogy Diana Hercegnővel kapcsolatban. Ott nagyon-nagyon ott zuhant a népszerűsége, mivel ugye kitudódott, hogy szeretőt tartott, illetve hogy ridegen bánt Akkor ugye a politikusok azért nem kedvelték különösebben, mert leveleket írt nekik, amikor egy olyan törvényjavaslatot hoztak, ami, vagy egy olyan törvényt hoztak, ami neki nem volt szimpatikus, nem tetszett. Tehát, hogy, hogy ugye egy uralkodónak, egy uralkodó nem szólhat bele ilyen szinten a politikába, sokan ezért bírálják. Akkor eleinte teljesen bogarasnak tartották még a 70-es években, amikor ő már akkor a környezetvédelemről prédikált. De egyébként azért az idő bebizonyította, hogy az ő törekvései, tehát például a környezetvédelmi törekvései, azok nagyon is aktuális sakká váltak, és nagyon is szükségesekké, és az ő alapítvány, az a Princess Trust, ez rengeteg hátrányos helyzetű fiatalnak segített idővel, szóval azért úgy gondolom, hogy szerzett jó pontokat Károly, és jelenleg a népszerűsége jobban van, mint a 90-es mm -hmm. években volt, amikor egyszerűen mérhetetlen volt az ő népszerűsége. Nem tudom, most ezt így nehéz megítélni, hogy a következőkben hogy fognak, de olyan 50-50 olyan a dolog. Házas párként kell, hogy felnézzünk, ugye Kamillára, illetve Károlyra. Kamilla szerepe árt neki? Tehát te biztos, hogy emlékszel rá, hogy amikor a királynő engedélyezte azt, hogy elvegye végre a élete szerelmét, aki szerető volt, természetesen nem mentjük fel a helyzetet, de azért bele kell gondolni, hogy volt egy nő, akit végig szeretett olyan státuszban volt, hogy nem vehette el, végre elvette, de akkor azt mondta a királynő, hogy soha nem lesz belőle királyné, tehát nem koronázhatják meg. Aztán szerintem érezve, ugye, hogy élete végéhez közeledik, talán a halál előtt egy évvel vagy másfél évvel kiadott egy ez egy, hogy mondják, közleményt, vagy hogy fogalmazzak, amikor a királynő közlemény közleményt. Volt, közleményt igen, amiben igen. azt mondta, hogy szeretné, hogyha Károly mellett Kamila fejéjel is felkerülne a korona olyan ellentmondásos ez a személy, és közben, amikor az ember nézi a felvételeket, főleg ugye, amikor királyá választották, aláírták a papírokat, szerintem mindenki látta, hogy Károlyban, hát hogy is fogalmazok, eléggé agresszív viselkedés tombol, akkor Kamilla pillanatok alatt le tudta nyugtatni. Tehát én is azért úgy voltam evel a hölgyel, hogy na-na, de akkor abban a percben azt mondtam, hogy megértem Erzsébetet, hogy jól kezeli, jó irányba terelgeti, e, ugye a királyt, ha fogalmazhatok így, ugye csak egy királyról beszélünk, de azért mindenki tudja nagyon jó, hogy egy sikeres férfi mögött egy sikeres nő áll, és itt nagyon-nagyon igaz, én azt gondolom. Nagyon igaz, és állítólag ugye pontosan ezért is vonzódott ő Kamillához. Azt hiszem, hogy két év van köztük, tehát az azért nem egy óriási különbség korban Kamilla javára, de hogy Kamila egy, egy, pontosan az az alkat, amire a Vinzorháznak szüksége van, tehát egy sztoikus alkat, ö, nyugodt valaki, és, és a Vinzorház férfi tagjairól meg ugye tudva lévő, hogy nagyon impulzívak és eléggé, ö, hogy is mondják, ilyen szenvedélyesek, mint például, ami most kiderült ö, Vilmosról is, illetve Erzsébet apukája is tudni lehet róla, hogy nagyon sokat kiabált, voltak dükítörései, és Kamilla Ilyen szempontból Károly az instabil, ö, lelkületű Diana mellett, aki jóval fiatalabb volt nála, ö, nem érezte jól magát. Neki egy ilyen anyáskodó, ö, nyugtató személyiségre mm. van szüksége, ahogy mondod is, mint Kamilla. És ez ugye be is bizonyították, hát egy évtizedek óta együtt vannak. És öm, tehát voltak éppen, Kamilla egyébként, Kamilla pr -ja olyan szinten megváltozott. Tehát igazából az volt az óriási bravúr. Nem is károlynak a kihozatala a, kihozatal a népszerűtléségből, a népszerűség felé, hanem az, hogy Kamilla egy megtűrt szeretőből, és úgy, hogy megdobálták az emberek, meg beszólogattak neki, miután Diana meghalt, volt egy különösen ö, nehéz időszaka. Ezeket ő némán és sztoikusan tűrte, és nem vágott vissza a sajtónak, hogy ebből végül is őt királynévá koronázzák, és senki ezzel nem emeli fel a szavát, azért az egy, az egy bravúr volt. Már is Május 6 kint leszel? Igen, igen, akkor teszem. előtte vagy utána, vagy mindkét alkalommal. Szeretettel várnálak, egy kicsit beszélgetünk majd akkor konkrétan erről az eseményről, amely Nagyon azért hogy a lesz a 21. századnak. Nagyon köszönöm, hogy ismét itt voltál. Az köszönöm. elmúlt percekben Senóda Nórát, újságíró, tévészerkesztőt, a Royal Story és Királyi Krónikák blog szerzőjét láttuk vendégül, és ha nem csak felületesen kíváncsiak a királyi életre, akkor azért érdemes Nora blogját gyakran látogatni. Köszönöm még egyszer. Szerint. Én is köszönöm.